Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Gömör és Nógrád Rádió, én Ádám Veronika vagyok, és az Alma a fájától című műsoromban ma egy újabb vendéggel beszélgetek. Ezt az adást megismételjük holnap 10 órakor, vagy újra meghallgathatják a rádió archívumában. Műsoromban hétköznapi embereket kérdezek családból hozott értékeikről, munkájukról, értékes, olykor érdekes vagy különleges tevékenységükről. Mai vendégem Keka Maros, aki az előbbi felsorolásnak teljes mértékben eleget tesz. Beszélgetünk majd munkáról, családról, nagyon értékes közösségépítő tevékenységeiről is. Kedves Maros, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet. Én köszönöm, és szeretném köszönteni a Gömör és Nógrád Rádió hallgatói. Adjon az Isten jó palócok! Jelenleg Maros Péterfalán élsz feleségeddel és tündéri ikerlányaiddal, de ha jól tudom, nem volt ez mindig így. Szeretném, ha beszélgetnénk erről, hol mindenhol jártál, mit csináltál, mielőtt itt telepedtetek le. 90-es évek elején mezőgazdasági szakközépiskolát végeztem, azután bevonultam a szlovák hadseregbe, azután dolgoztam itt-ott, fatelepen, piacon, mindenfelé, de valahogy nem találtam a helyemet, mindig is a kaland vagy, valahogy ott bennem forrott, világot akartam látni. Láttam is, voltam Németországba, Angliába dolgoztunk jó pár évet, de a szívem valahogy mindig hazahúzott. Angliában mit dolgoztál? Angliában egy szállodalancnál dolgoztam, mindent, amit egy külföldinek adnak, bármit elvállaltam, a pénzt néztem, hogy minél többet keressek, és minél hamarabb visszatérhessünk ide felvidékre. Egyedül voltál kint, vagy barátokkal, barátnővel? Akkor még a barátnőm volt, és akkor együtt mentünk ki. 8,5 évet dolgoztunk egy szállodaláncnak, és tényleg, hogy az éjszakai munkától kezdve barba, az étterembe, bárhol elvállaltam minden, csak minél hamarabb összegyűjjön az a kis pénz, hogy hazajöjjünk, megvegyünk almaink otthonát, berendezzük és itt letelepedjünk. Ha jól hallom, akkor ez a barátnő később a nejed lett, akivel a kislányaidat neveled. Igen, hála Istennek, 1999-ben ismerkedtünk össze az én Mariámmal. Azóta is együtt vagyunk, feleségemnek tudhatom őt, és van 2 gyönyörű kislányunk, ikerlányaink, Gizella Mikolt és Kincső Mária. Hány évesek most a lányok? Kislányok 7 évesek múltak, jelenleg az Almágyi Alapiskola 2. osztályába járnak, nagyon jó tanulnak, nagyon szeretnek tanulni, és ennek örülök, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, amikor a tanárnők, tanároktól csak dicsérő szavakat hallunk. Mikor jöttetek pontosan haza, és miért jöttetek haza? 2016-ban jöttünk haza Angliából, ahogy már említettem, a 8,5 év távollét után. A legfontosabb az volt tényleg, amikor ki is mentünk a feleségemmel, akkori barátnőmmel még megbeszéltük, hogy megkeressük azt a kis pénzt, amivel itthon, vidéken, mert nagyon szerettünk volna vidékre költözni, távol a világ zajától, ettől a felfordult világtól, nyugodtságot kerestük, és azért szerettünk volna egy kis házat venni, ezt felújítani, és így esett a választásunk Péterfalára, amit egyik nagyon jó gyerekkori barátomnak köszönhetek, mert ő ajánlotta fel itt ezt a vidéket, hogy jöjjek el szétnézni. El is jöttünk a feleségemmel. Nagyon megtetszett tényleg ez a Péterfala és a környéke, mert minket Erdélyországra emlékeztetett, mivel hogy ott voltunk a feleségemmel a Nászúton, és valahogy itt, ahogy a behazott táját megláttuk, mindjárt Erdély jutott eszünkbe. A házat is rögtön megtaláltátok, vagy keresgéltétek, és milyen állapotban volt, amikor ráleltetek? Először, amikor keresgéltünk, tanácsot kértem ismerősöktől, és aztán a polgármester úr közreműködésével sikerült megtalálnunk ezt a házat. Eljöttünk megnézni, nagyon megtetszett mindjárt első alkalommal. Volt még rajta alakítani való, mert ez egy nagyjából 50 éves épület, de viszont ez a paraszház stílusa megtetszett, mert nem szerettünk volna emeletes házat, hanem egy egyszintes, szép kis családi házat, amit majd közösen, közös erőből felújítunk, és ez lesz a mi kis családi fészkünk. Arra azért kíváncsi lennék, hogy mit szóltak a barátok, ismerősök, hogy a nagyvilág után, Anglia után a vidéki életet választottátok. Nagyon sokan nem értették meg, amikor ilyen téma is volt, hogy mit szeretnénk elérni vagy csinálni a jövőbe. Mindig is ezt hangoztattam, hogy hazamegyünk felvidékre, és itt vidéken új életet kezdünk, mert elég volt tényleg ebből a rohanásból. Szerettem volna megvalósítani egyik gyerekkori álmomat, állatokat tartani, növényt termeszteni, és egy szép kis családi házba nyugodtan leélni az életünket.
Már a kislányok is megszülettek, és a feleséged is támogatott ebbe, hogy teljesen letelepedjetek a falun, hogy végig itt éljetek le az életeteket, ez neki is természetes volt? Ezt a feleségemmel megbeszéltük még Angliába, hogy városiként ő is, én is, hogy itt fogjuk folytatni az életünket vidéken, és tényleg, hogy megvalósítsuk azt, amit nagyon szeretnék, és a gyermekeinknek itt a falusi környezetben, gyönyörű tájon, tiszta levegőn nőhessenek fel. A munkaállatokban segített valaki? Mennyi ideig tartott, míg lakhatóvá tettétek? Itt a faluban sikerült olyan emberkéket találni, akik szívüket, lelküket beletették ebbe a munkába, és segítettek 7 nappallal téve. Nem kis időbe tellett, de lépésről haladva sikerült lakhatóvá tenni, beköltözhettünk olyan 4 évvel ezelőtt, és azóta is építgetünk, mint falun, egy családja, azon mindig vannak tennivalók, felújítással kapcsolatban a környezet, az udvar, és nap mint nap valamit mindig újítani szeretnénk, csak sajnos idő és pénz kérdése. Említetted azt is, hogy az állatokat nagyon szereted. Honnan hoztad ezt a fajta állatszeretetet és vidékszeretetet, és most mennyi állatod van? Szerintem ezt nagyszüleimnek, nagymamának köszönhetem. Gyermekkorom nagy részét falun töltöttem, mert édesanyám Magyarországról, Karancsaljáról származik, és a legszebb éveket ott töltöttük testvéremmel, és akkor ott megtanultam az állatokat szeretni, nevelni őket, és nagyon szerettem mindig is nagymamámmal a tyúkok körül serénykedni, vagy tojást szedni, vagy disznótorkol segítkezni. És ez valahogy így megmaradt bennem, ezért is szerettem volna ezt megvalósítani, egy saját gazdaságot, saját baromfi udvar, és hála jó Istennek ez sikerült, azóta állatokat tartunk, disznót, nyulat, kecskét, tyúkokat, és saját finom termékeinket tudjuk fogyasztani, nem kell a multicégeknél vásárolgatni az össze-vissza génmanipulált semmi ételeket. A lányok akkor ebben ülnek fel, ők tudnak neked ebbe segíteni? Szeretnénk őket erre nevelni, erre az életstílusra úgymond, hogy próbáljanak meg önállóak lenni, önállóan megteremteni azt, amit ők maguknak szeretnének, és hát segítenek is ebben, az tény és való, az állatkak körül. Vannak némelyik kedvenc állatuk, azokat el is nevezik, néha nehezükre esik, amikor hát ezektől az állatoktól meg kell szabadulni, de hát valamit az asztalra is kell tenni. Milyen volt a beilleszkedés a falusiak életében? Nehezen ment az ismerkedés, barátok szerzése? Először, amikor ide költöztünk, úgy tűnt, hogy picit azért tartanak tőlünk, úgymond az emberek, hogy nem nyíltak ki úgy annyira előttünk, de hogy így szóba elegyedtünk velük, többet tarsalogtunk, találkoztunk, sikerült tényleg megismerni egymást, és úgy szerintem mondhatom azt, hogy befogadtak minket, és a falu része, vagy falu lakosságának része lettünk, és azóta tényleg, hogy egy jó kis közösség épült itt ki, Péterfalán, és szerintem, hogyha segítségre is szorulunk, akkor bárki után elmehetünk, és szívesen segítenek nekünk. Ez azt jelenti, hogy ez a palóc mentalitást itt lehet érezni, segítenek az emberek egymásnak? Én úgy így gondolom, hogy igen, segítenek, bár mindenhol vannak kivételek, szerintem itt azért egy összetartó falu működik. 4 éve laktok itt ebben a házban. Teljesítette hozzá a fűzött reményeteket, és jól érzitek itt magatokat? Jól érezzük magunkat, ahogy már az előbb is említettem, van még tennivaló a ház körül, a házon, de szerintem lépésről lépésre haladunk, de egy percig se bánjuk, hogy Péterfalára esett a választásunk. Kedves hallgatók, most kis szünetet tartunk, de hamarosan folytatjuk beszélgetésünket mai vendégemmel. Addig is hallgassunk zenét itt a Gömör és Nógrád rádióban, ahol a legszebb magyar dalok szólnak. Szeretettel köszöntöm újra a hallgatókat, Ádám Veronika vagyok, ez az Alma Fajától című műsorom, ahol mai vendégemmel Kekamarossal beszélgetek a fiatalok munkakereséséről, családalapításról, családi fészekről. Volt valami ötletetek, hogy miből fogtok itt élni, mit fogsz itt dolgozni? Ahogy hazatértünk Angliából, hogy őszinte legyek, nem is nagyon foglalkoztunk vele, hogy mi fog történni a jövőben. Megvolt a házikunk, a kis álomházunk, ezt szerettük volna felújítani, beköltözni, ami sikerült. És aztán, amikor elkezdődtek a munkaalatok, a polgármester úr és a helybéliek megkérdezték, hogy nem-e szeretném kivenni a kocsmát, mert az előttem lévő bérlő 1-2 hónappal azelőtt visszaadta. Hát akkor gondolkodtunk otthon, összeültünk így a család, feleségemmel. Hát mondom, még soha nem csináltam ilyet, de hát belevágunk. Megpróbáltam, hála Istennek azóta is működik a kis palóckocsma.
megpróbáljuk kivenni a részünket a kocsman keresztül is a falu életéből, rendezvényeket szervezünk, vagy bármilyen megemlékezéseket, és akkor mindig oda tesszük magunkat. Elárulom a kedves hallgatóknak, hogy ebbe a kocsmába én is voltam már párszor. Nagyon különleges az arculata, szinte nem is kocsmához illő. Beszélnél erről pár szót, hogy hogy rendezted be, hogy néz ki most a kocsma? Amikor átvettem ezt a kocsmát, szerettem volna arculatot adni neki, hogy tényleg egy palócos kis kocsma, mert szerintem hiába adunk egy ilyen szórakozó helynek, pub, vagy bar, vagy presszó, vagy bármilyen nevet adhatunk, szerintem a falon az csak kocsma marad. És azért is akartam eleve kocsmát, vagyis eleve palócok vagyunk, legyünk büszkék erre, és ezért adtam ezt a nevet, hogy palóc kocsma, és a belső díszítés is, nagymamámnak a hímzései vannak kitéve körbe a falakon, és mind ilyen kézműves dolgok is, vagy bármilyen díszek, amik vannak, ez palóc kezek által lettek elkészítve. Szerettem volna tényleg egy otthonos, egy hangulatos, igazi kis palóc kocsmát létrehozni. Szerintem ez sikerült. Bármilyen vendégünk, aki eddig voltak itt a környékről is, vagy távolabbról is, egész Nagy-Magyarország területéről, akik voltak vendégek, szerintem mindenki úgy tért haza innen a kis kocsmánkból, hogy megérte ide eljönni és látni ezt az egészet. Az azt jelenti, hogy az egész hangulat a kocsmának ilyen családiasra sikeredett? Szerettük volna ezt is elérni, hogy ebbe a kocsmában ne csak az a megszokott férfi társaság látogassa, hanem tényleg a családok is jöjjenek el. Ne legyen az, hogy most szégyen egy feleségnek, vagy egy nőnek, vagy gyereknek bejönni. Jó, nem mondom, hogy a gyerekek kiszogassanak, de mégiscsak az egész család kikapcsol, mert tényleg szervezünk itt koncerteket is, ilyen összejöveteleket, vagy egy családcentrikus hely legyen ez is. Ezek a zenés rendezvények, koncertek, ennek honnan jött az ötlete? Egy kocsmában nem hagyományos, hogy egy együttes berendezkedik ott, elkezd játszani, elmennek oda egy koncertre az emberek. Ezt inkább kultúrházba tudja elképzelni az ember, hogy fértek egyáltalán egy-egy ilyen rendezvényen. Ezekkel a koncertekkel szerettem volna a helybéli, a környékbéli palóc zenészeket úgymond felemelni, vagy még egy kis hírnevet adni nekik. Köztudottan nagyon szeretem a magyar rock zenét, és ezáltal is szeretném őket segíteni, mert a többségük az mind a baráti körömhöz tartozik. Szeretném, hogy megismerjék őket jobban az emberek, hogy vannak itt Palócföldön is tehetséges fiatalok. Milyen gyakorisággal voltak ezek a koncertek? Nem szerettük volna nagyon gyakran, mert ráunnak az emberek, de azért havonta, két havonta sikerült mindig egy-egy zenekarnak itt fellépni a kis kocsmánkban. Megemlítenéd, hogy milyen zenekarok voltak ezek? Például játszott már itt a Rovarok zenekar, a Ramses, Helldiver zenekar, Kottan kívüliek, Ősi Láz, Hangerőmű, Felvidéki Karpátia, és még sorolhatnom tovább. Ezek a koncertek milyen hosszúságúak? Eleinte mindig úgy van megbeszélve a zenekarokkal, hogy beleférjünk ebbe a másfél órába durván, de hál' Istennek mindig a közönségnek annyira tetszik, hogy mindig visszatapsolják őket, és két és fél órákat, hát volt úgy, hogy 3-4 órát is zenéltek itt a srácok, és nagyon jó érezte magát mindenki, úgy szintén a zenekar, meg a közönség is. Olyan is megesett, hogy esetleg egy-egy zenekar megismételte a fellépést, hogy többször is eljöttek, nekik is tetszett. Hál' Istennek, hogy ők is mindig úgy térnek haza innen, a mi kis kocsmánkból, hogy nagyon jó hangulat volt, jól érezték magukat, jó hangulat volt, és vissza szeretnének térni, és a közönség, vagyis a vendégeim is mindig kérnek azért, hogy egy-egy zenekart azért hívjak vissza, és hál' Istennek mindegyik már legalább kétszer itt zenéltek. A koncerteken kívül, ha jól hallottam, különböző biliárd versenyeket is tartotok. Igen, ez is már 4 alkalommal sikerült megrendeznünk, Palóc kocsma biliárd versenyt. Ennek is jó visszhangja van, egyre több jelentkező van, egyre jobb versenyek, színvonalasabb versenyek vannak. A srácok, akik eddig itt játszottak, mondhatnám visszatérő versenyzőink. Vannak valamilyen szponzoraitok is? Vagy mindent te finanszírozol? Vagy hogy néz ez ki egyáltalán? Mindig vannak jó lelkű emberek, akiknek tetszik ez, amit csinálunk, és valamilyen úton, módon, támogatások által ki szeretnék venni a részüket, hogy ezzel is egy-egy szinttel följebb emeljék ilyen rendezvényünket, vagy ilyen összejövetelnek a színvonalat, és vagy anyagilag, vagy valamilyen ajándékokkal, vagy például főzés, stb. Mit szólnak a helyi lakosok ahhoz, mikor egy-egy ilyen koncert elkezd dübörögni itt Péterfalon? Kicsi a falu, gondolom, az egész faluba hallani. Vagy itt is érvényes az a mondás, hogy ha nem tudok aludni a koncerttől, akkor inkább részt veszek rajta?
eddig még nem volt olyan visszhang, hogy nem tetszett volna. Igen, belehatom, hogy néha nagyon hangosak tudunk lenni, de viszont szerintem ez belefér, hogy egy-egy hétvégén egy picit hangosabb itt a falu, de viszont szerintem ez csak jót tesz itt a környéknek is, mert az emberek még jobban megismerik Péter falat, mert ahogy említettem, nem csak itt a helybéliek, de környékbeliek is messzebbről is érkeznek így vendégeink, és szerintem ez viszi a kocsma és a falu hírnevét is. A koncerten és a biliárd versenyen kívül volt még valamilyen rendezvény a kocsmatokban? Kocsmánkban még ezeken kívül szilveszterenként szoktunk megrendezni egy ilyen kis szilveszteri bulit. Sajnos a tavalyi pandémia helyzetnek köszönhetően nem tudtuk ezt megvalósítani, de az előtti évben is összejöttünk 30-35 fő. Nagyon jól éreztük magunkat, és a srácok azóta is kérdezik, hogy lesz-e folytatás. Mint mindig folytatni fogjuk, amíg csak tudjuk, mert látom, hogy tetszik az embereknek, és szükség van erre is. Mennyire kötődnek barátságok az emberek között egy-egy ilyen koncerten, vagy egy-egy ilyen versenyen? Úgy gondolod, hogy ezeket érdemes csinálni? Összeköti az embereket? Beszélgetnek utána, vagy beszélgetnek róla? Szerintem van értelme ennek az egésznek, mert eleinte, amikor elkezdtük ezt az egészet, még a vendégek úgy távolabbról úgy jöttek, mint idegenek, hogy úgy azért félve érezték magukat. De azóta meg olyan barátságok kötődtek itt, hogy tényleg mind egy család úgy üdvözlik egymást a következő koncerteken vagy rendezvényeken, hogy tényleg így az egész kocsma, amikor így találkozik, tényleg egy családias hangulat van, és tényleg, hogy jó barátságok vannak itt. Amikor szervezed ezeket a koncerteket vagy versenyeket, a fiatalok bekapcsolódanak, segítenek a szervezésbe, vagy teljes mértékben csak rád és a családra hárul ezeknek a szervezése? A kocsmai rendezvényeket azt a feleségemmel, akinek nagyon sokat köszönhetek, sok segítséget nyújt nekem, de ugyanúgy a vendégek közül is nem csak a fiatalok, de az idősebb korosztály is kiveszi a részét, bármilyen rendezvényt meghirdetek, vagy csak leülünk megbeszélni, hogy ezt szeretnénk, vagy azt szeretnénk, azért mindenki felajánlja a segítségét, és ezért is sikerül azért egy bizonyos színvonalat elérni minden rendezvényünkkel. Van még erőtök nektek is mulatni, nektek is csápolni a zenekaroknak, vagy már akkor teljesen elfáradtok? Ahogy említettem is, itt jó családias hangulat van mindig, és ilyen rendezvényeken, vagy a koncerteken, mi is ugyanúgy a feleségemmel kivesszük a részünket, nem csak a munkából, a szervezésből, de ugyanúgy szórakozunk, együtt csápolunk a közönséggel. Tényleg nagyon érdekes, hogy egy kocsma ennyire kiveszi a részét a közösségépítésből. Nagyon remélem, hogy ezt viszitek majd tovább is, mert ilyen rendezvények, ilyen koncertek nagyon ritkák, hogy egy ilyen kis közösségbe, kis kocsmába létrejönnek. Úgyhogy ehhez szívből gratulálok mindkettőtöknek, és kívánom, hogy ez így nagyon sokáig meg is maradjon. Maros nem csak a kocsmába rendez rendezvényeket, hanem van egy nagyon fontos rendezvény, amiről még beszélnünk kell, és nagyon fontos, hogy beszéljünk róla, mert tényleg érdekes dolog, hogy egy kis faluba ennyi ember össze tud jönni, és ennyi ember tud együtt szórakozni. Most mi is szórakozzunk egy kicsit a Gömör és Nógrád Rádió legszebb magyar dalaival. Kedves hallgatók, ez itt a Gömör és Nógrád Rádió Almafájától című műsora, ahol ma Keka Marossal beszélgetek, akit eddig arról kérdeztem, hogyan vezetett az útjuk Péter falára, és hogyan érzik itt magukat. Most arra szeretnék válaszokat kapni, mit tesznek azért, hogy ebben a kis faluban igazi magyar közösség és különféle rendezvények jöjjenek létre. A második részben már említettük, hogy egy kocsmát üzemeltetsz, nem csak ezt a funkciót tölti be, hiszen elmesélted, hogy koncertek vannak, biliárd versenyeket, szilveszteri bálokat rendeztek, de a kocsmán kívül is rendeztek különféle rendezvényeket. Mesélnél erről valamit? 2018-ban megalapítottuk a Péter Falai Polgári Társulást. Szerettük volna, hogy itt tényleg egy közösséget kiépíteni Péterfalán, hogy együttműködve, más szervezetekkel karöltve rendezvényeket szervezni, ezáltal is felemelni Péterfala hírnevét, az emberekbe tényleg egy kis reményt hozni, hogy nem vagyunk itt az Isten háta mögött, mint sokan mondták ezt Péterfaláról, hanem tényleg, hogy Gömör és Nógrád, vagyis Palócföld egyik kiemelkedő községévé tegyük Péterfalát. Aztán 2019-ben megszerveztük az első Palóc étkek napját,
Gondoltam ezáltal is összehozni itt az embereket, barátokat, családokat, hogy tényleg kikapcsoljunk egy napra, nyugodtan, önfeledten szórakozzunk, kóstoljuk meg a finomabbnál finomabb palócétkeinket. Először nehézkesen indult az egész, nem gondoltam volna még akkoriban, hogy ilyen jó visszhang lesz az egész rendezvény után. Mondjuk nehéz volt az igaz az elsőt megszervezni, akkor még nem volt ilyen csapat, mint ami most összeállt, és tényleg egy olyan család, mert családnak mondom, mert ez tényleg már nem egy csapat, hanem egy család, akikre mindig számíthatok bármiben, bármit csak kijötlök, bármilyen ötlet, oda teszik magukat rendesen, kiveszik a részüket, és tényleg, hogy hála jó Istennek, ilyen rendezvényt tudunk megszervezni, megvalósítani, mint a palócétkek napja. Meséljünk valamit erről a rendezvényről. A palócétkek napja azt jelenti, hogy itt ételeket főznek? Ezzel a rendezvénnyel szerettem volna, hogy az emberek ne feledjék el a múltunkat, a palóc múltunkat, hogy legyünk újra büszkék arra, hogy magyarok vagyunk itt Palócföldön, Felvidéken, és ezáltal szerettem volna az elődeink, nagyszüleinknek a főzési tudományát újra megismertetni a fiatalabb generációval. Szerettem volna az új generáció is megismerje a régi kultúránkat, a palóc múltunkat, a palóc étkeinket, amelyeket nagyszüleinknek köszönhetünk, és ezért a rendezvényen, a palóc étkek napján finomabbnál finomabb palóc étkeket főznek a résztvevő csapatok, amit a vendégek végig kóstolhatnak. Ez nem verseny, eleget versengünk az életünkben. Szeretném tényleg, hogy az emberek itt jól érezzék magukat, szórakozzanak, kapcsoljanak ki, ne foglalkozzanak a mindennapos gondokkal, hanem tényleg egy családcentrikus hangulatú rendezvény legyen. A résztvevő fellépőket is úgy válogatjuk, hogy többségük innen a környékről vagy Palócföldről legyenek, ezáltal is őket is ismertebbé tenni, megismertetni az itteni palótokkal, hogy vannak itt is tehetséges emberek, őket ezáltal is segíteni, hogy még többen megismerjék őket. Hány csapat vett részt idén összesen a főzésen? Az idén 17 csapatunk volt, ismét többen, mint tavaly vagy az előző években. Hála jó Istennek, egyre többen vagyunk, vendégek is, csapatok is. Szeretnénk ezt folytatni, hogy évről évre, lépésről lépésre emelni a szinten, a minőségen. Honnan jöttek ezek a csapatok? Sorolj fel néhány helyet a teljesség igénye nélkül, és néhány érdekes nevet is, csapatnevet, ha lehet. Péterfalarról, Zádor, Détér, Velkenye, Fülek, Rimaszombat, Sőreg, Csoma, Jeszte, Gesztete, elnézést kérek azoktól, akiket kihattam. Poénos neveket adnak maguknak a csapatok, mint például a Kondéros Tündérek, vagy a Füleki Banyatársulat, Zádori Jóbarátok, Erős Nők Szövetsége, és a többi. Mennyire népszerűek ezek a rendezvények? Milyen a látogatottság? Mennyi ember jön el megnézni őket, vagy kóstolni az ételeket? Így nehéz lenne megsatszolni, hogy hány vendégünk van, de viszont az első rendezvényünkhöz, ha összehasonlítjuk az elsőt és a legutolsót, sokkal több vendégünk jön, csapatok is, vendégek, és így a visszhangokból vagy a média által leírtakból arra a következtetésre juttunk, hogy egyre többen és egyre jobb minőségű ez a rendezvény. A legutolsó, a negyedik palócétkek után olyan dicséretet is kaptunk, hogy ma nem csak egy egyszerű főző rendezvény, hanem fesztiválok közé soroltak, aminek nagyon örülünk. Miért tartott fontosnak ezeket a rendezvényeket? Ahogy említettem, szeretném, hogy az emberek újra büszkén vállalják fel magyarságukat, és azt, hogy palócok vagyunk, és a fiataloknak is ezáltal példát mutatni, hogy nem szabad elfeledni a gyökereinket, a múltunkat, hanem építkezni kell ebből, mert tényleg, ha beállunk a sorba, ebben a rohanó Európába, akkor elveszünk. És amelyik nép elveszti a múltját, annak nincs jövője. Mikor szokott ez a rendezvény lenni, hogyha esetleg jövőre valaki meg szeretné látogatni a palócétkek napját? Hogy írja be a naptárba, melyik hétre? Konkrét dátumot még nem sikerült találnunk, de augusztus elejére tervezzük. Reméljük a Jóisten segedelmével ezt össze is tudjuk hozni, és megvalósítjuk újra az 5. palócétkek napját. Nagyon remélem, hogy egyre több látogatót kaptok, egyre több kóstoló lesz, egyre több olyan ember lesz, aki meg szeretné kóstolni ezeket az ételeket. De ha jól tudom, nem csak palócétkek napján vehetnek részt nálatok az emberek, bálokat, mulatságokat is szoktatok rendezni ebbe a kis faluba. Milyen mulatságok ezek, milyen bálok? Májusban megrendeztük az első tavaszi palóc mulatságot.
Azért is gondoltuk, hogy az inkább mulatság legyen, mint bal. Ne legyen az, hogy az emberek egymás ruháját nézzék, ennek ilyen, olyan, amolyan. Mindenki úgy öltözön, ahogy szeretne, hogy jó érzi magát. Ne a kinézet legyen a fontos, hanem az, hogy jól érezze magát barátok, családtársaságában. Hála jó Istennek, ez is jóra sikerült, ez a rendezvényünk. Jó volt a visszhang, és mindig kérdezték az emberek, hogy folytatjuk-e, mikor lesz a következő mulatság. Úgy döntöttünk, hogy megcsináljuk most ősszel, november 5-én az első őszi palócmulatságot, ahova szintén várunk szeretettel mindenkit, az önfelett szórakozás legyen a legfontosabb. Elérkeztünk a beszélgetésünk végéhez, és ilyenkor a szokásos kérdés jönne, hogy milyen messze gurult az Alma fájától, tehát Maros a szüleitől milyen messze gurult, de én most nem ezt a kérdést teszem fel, hanem inkább azt, hogy a két kislányú vajon milyen messzire fog gurulni a fájuktól. Szeretnénk, hogy a mi kis almácskáink ne nagyon messzere guruljanak a fájuktól, maradjanak meg ezen a vonalon, maradjanak meg jó magyarnak, jó palócnak, és reméljük, hogy ebben segíteni tudjuk őket, ezzel is egyengessük az útjukat. Kedves Maros, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést, és vendége voltál ma a műsoromnak. Kívánom, hogy érezzétek magatokat nagyon jól ebben a kis közösségben, tartsatok össze, és szórakozva, hittel és szeretettel építsétek a magyarság tudatot a fiatalokban, a gyerekekben. Nagy szükség van erre, az elhivatott tenni akaró emberekre, és ma itt pontosan egy ilyen emberrel beszélgethettem. Még egyszer köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves hallgatók, Önök az Alma fájától című műsort hallották, én Ádám Veronika voltam, jövő szerdán újabb vendéggel várom Önöket. Ezt az adást holnap 10 órakor megismételjük, valamint meghallgathatják a rádió archívumában. Addig is hallgassák a Gömör és Nógrád rádió műsorait, és a legjobb magyar dalokat. Viszont hallásra!